Szinte csak a falai maradtak meg annak a háznak, mely vasárnap reggel gyulladt ki fűzéren, a teljes terjedelmében égő épületet a sátorai újhelyi és a gönci tűzoltók oltották. 2015. január 4-én reggel 7 óra 27 percben kaptuk a riasztást a megyei műveletirányítástól, miszerint fűzér Dózsa György út 3 szám alatt a lakóház égteljes terjedelmében. A műveletirányítás figyelmevéve az útviszonyokat, valamint az időjárási viszonyokat, a sátorai hivatásos tűzoltó parancsnokság egységeit, valamint a gönci katasztrófavédelmi őrs egységeit riasztotta le a helyszínre. Az egységek kérkezése után rögtön megkezdték a felderítést, melynek figyelmevételével jelentették, hogy egy 7x20 méteres családi ház ég teljes terjedelmében. A tűzoltó egységek helyszínre érkezése előtt a házban élő 63 éves férfit helyi lakosok kimentették és átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A férfi halálos sérüléseket szenvedett a tűzben. Engem a polgármester úr értesített, hogy jöjjek már is azonnal, mert ég a Gábornak a háza. Hát én felértem, egy 5-10 percen belül itt is voltam, de hát már segíteni itt nem tudtunk semmit, mert már tetőséget, a bejárati ajtón nem lehetett bemenni, és úgyhogy itt már más nem lehetett tenni, csak értesítettük már, vagy a polgármester értesítette a tűzoltóságot, a rendőrséget, mentőket, és csak néztünk tétlenül. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a tragédia napján a helyszíni szemlét elvégezte, a tűz keletkezésének okát jelenleg is szakértők bevonásával vizsgálják.